Kohéziós politika, szolidaritás, közelebb vinni Európát a polgáraihoz, de mindenek előtt a környezetvédelem az, amire a következő években koncentrál majd az Európai Unió. Green Deal. Az elmúlt napok brüsszeli történései alapján ezt a két szót érdemes megjegyezni, hiszen várhatóan ez fogja meghatározni Európa jövőjét. A következő években, vagyis a 20-as évtizedben várhatóan 1000 milliárd eurót fognak költeni zöld beruházásokra, ami az Európai Uniós költségvetésnek mintegy 25%-a. Ez az elképzelés még sok emblematikus épületét megjárja majd Brüsszelnek, az viszont sokat mondó, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság novemberben hivatalba lépő új elnöke, már első felszólalásában kezdeményezte a Green Deal-t, és úgy tűnik, az unió politikusai hamar azonosultak is vele. A cél, hogy 2050-re Európa elérje a klímasemlegességet. A legalsóbb szinten a Régiók Európai Bizottsága októberi ülésén már több a témába vágó véleményt megfogalmazott a testület. A környezetvédelem és az éghajlatváltozás elleni küzdelem nem függhet a helyi és regionális önkormányzatok pénzügyi feltételeitől. Elfogadták többek között a Ribányi József magyar delegáció vezető által kezdeményezett tiszta energiacsomagot is, melynek súlyát jelzi, hogy 45 módosító indítvány érkezett hozzá, melyek döntő többségét elfogadták, az egész előterjesztést pedig elsöprő többséggel szavazta meg a testület. Ezzel felhívták a figyelmet az önkormányzatok környezetvédelemben betöltött kihagyhatatlan szerepére. Nagy lehetőségeket rejt a zöldítés Európának, és ehhez mindenképpen az önkormányzatoknak hatalmas hozzájárulása lehet, hiszen mi vagyunk azok, akik építési engedélyeket adunk ki, hiszen mi vagyunk azok, akik közlekedési rendszereket üzemeltetünk, mi vagyunk azok, akik meghatározhatunk területfejlesztési és útfejlesztési koncepciókat, úgyhogy mindenképpen együtt kell, hogy működjön a nemzeti kormányzat az önkormányzatokkal, az önkormányzati rendszerrel, hogy ezeket a célokat el tudjuk érni. Az Európai Unió 2021 és 28 közötti költségvetése viszont még korán sincs kész. Günther Oettinger, az Európai Bizottság pénzügyi tervezésért is felelős, leköszönő német biztosa ugyanezen az ülésen kifejtette, csak a Brexit miatt 84 milliárd euró fog hiányozni az unió büdzséjéből úgy, hogy a tagországok közül sokan nem akarják vállalni a magasabb befizetést. A hiányt így a költségvetés lefaragásával lehet kezelni, ami a mostani tervek szerint 5%-os csökkentést jelent a közös agrártámogatásoknál, és 7%-ot a felzárkóztatásra használható kohéziós pénzeknél, ami Magyarországot is érzékenyen érintené, a GDP 4,5%-ában lenne egyenlő az elvonás. A kohézió barátai közös nyilatkozatának szellemében mi magyar régiók azt akarjuk, hogy a kohéziós politika és a közös agrárpolitika finanszírozása szinten maradjon. Örömmel üdvözöljük az EP Költségvetési Bizottságának döntését, amellyel 3 milliárd euróval megemeltetnék a regionális fejlesztési források keretét. Kérjük, tartsák ezt az irányt. A költségvetést még most készítik elő. Günther Oettinger szerint november végére elérhető az előzetes megállapodás.